Abba muzsikájával talán lelkileg is megérkeztünk ide, Natröpintér Katalin kiállítására, amelynek címe Kulcskérdés. Én Lőrinc Gabriella vagyok, és tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, kedves vendégeinket, érdeklődőket, és a muzsikusokat is köszöntöm természetesen. Nagy örömmel mutatom be őket, hiszen dolgoztak ezen a programon, elvállalták, és emelik így az estünk fényét, garantáltan. Név szerint Kubusné Verhás Virág fuvola művészt köszöntöm. Kökényné Kravcsik Ibolya zongora művészt. És Szabó Csován Gergő gitárművészt, akiket hallunk majd a továbbiakban is, és még egyszer köszönjük, hogy elvállalták a köszönökölést. Az eseménynek és a kiállításnak két teljes hónapig ad otthont a Pécs-Megyer Művelődési Ház, vagy ez a rendezvényközpont, amiért szintén hálásak vagyunk a támogatásért, a segítségért, úgyhogy köszönöm a jelenlévő segítőknek is, hogy itt lehetünk, és ezúttal bíztatom is majd a közönséget, hogyha amennyiben tetszik a kiállítás és az itt majd kibontakozó, remélhetőleg kibontakozó szellemiség, és úgy gondolják, akkor a barátaikat, ismerőseiket is biztassák arra, hogy jöjjenek, lesz idő megnézni a képeket. És végül, de nem utolsó sorban, sőt fő helyen köszöntöm magát az alkotót, Natröpintér Katalint. Imár harmadszor dolgozunk együtt, nagy örömmel, és éppen ezért a beszélgetés tegeződve hajtjuk végre, hogy így veszem ki magam. Nos, Natre, biztos, hogy nem először kapod meg ezt a kérdést, de muszáj, hogy egy kicsit a nevedről beszéljünk. Natre nagyon különösen hangzó név, nem is igen használod már a másik nevedet. Ráadásul, akik már korábbról ismernek, egy olyan valamiféle állandósult szókapcsolattal találkoznak a neveddel, mint Natre a kódfestő. Mindkettő kellően rejtélyes ahhoz, hogy egy kicsit beszélgessük el, hogy ez hogy alakult így, miképp került elő ez a név és ez a kifejezés. Hát akik még nem ismernek, azoknak fogok újat mondani ezzel. És köszönöm egyébként mindenkinek, hogy itt van. Itt vagytok. Tehát a Natrét, mint nevet, azt álomba kaptam, hogy ezentúl így hívnak majd. És egy másik álomba kaptam meg azt, hogy kódfestő leszek, vagyok. Mit jelent ez, hogy kódfestő? A régi történelmi korok üzeneteit közvetítik rajtam keresztül, illetve azokat az üzeneteket, ami hogyha éppen abban a pillanatban éltetek, akkor nyilvánvaló, hogy az élet során egy csomó blokkot szereztünk abban a korban, és a festmények ezeket a blokkokat oldják. Ettől vagyok kódfestő. Egyébként a láthatatlan részeket ezeken a festményeken állandó alkotótársam, társam Vágó Éva bontja ki, és készítek belőle filmet. Akkor itt tulajdonképpen mindenképpen egy spirituális alapvetéssel van dolgunk. Tehát azt hiszem, hogy Natre művészete nem különösebben értelmezhető másképp, mint ebben a dimenzióban. Ez okozott már gondot valaha így a befogadásban, mert esetleg nem mindenki áll azon a világnézeti alapon, hogy el legyen képes fogadni, hogy előző életek, szellemvilág, ilyen típusú inspiráció. Okozott ez gondot? Nem. A kiállításodnak a címe, mint már többször elmondtuk, Kulcskérdés. Hogyha viszont egy olyan kicsit aktuális helyzetre térünk így a spirituális dimenzió után, hát és még vissza fogunk persze erre térni, hogy
hogy talán még több estem is indokolt lenne. Itt kulcskérdésekről is szó lehet. Legalábbis, hogyha az emberiség mai problematikáit vennénk számba, amit itt nyilván nem fogunk, de bizonyos jelzéseket azért. Hiszen olyan súlyú gondok, problematikák tornyosulnak az emberiség előtt jelen pillanatban is már egy ideje. Ha csak a fenyegető járványveszélyt vesszük, ha csak a klímaváltozást vesszük, ha csak az emberi egyéni boldogulást, akár a megélhetési kérdéseket vesszük, a te általad megnevezett kulcskérdés mire vonatkozik? Az emberek szellemi, lelki dimenziójára, vagy a praktikus világ kérdéseire, vagy lehet, hogy ezek nem is elválaszthatók egymástól? Hiszen ugye mindezek a kérdések szorongást keltőek, netán félelmet keltőek. Tehát ugye nem téphetjük-e magunkat abból a világból, amiben élünk, bármennyire is egy emelkedett művészeti eseményen vagyunk. Úgy érzed, hogy a te festményeid reflektálnak arra, ami manapság az emberiség gondja, így vagy általánosságban? Hiszem és tudom, hogy sokkal több, és tapasztaltam, hogy sokkal több mindenről szól egy ember. Ez egy ruha, már a bőr, a test, az egy ruha. Sokkal több mindennek vagyunk, és számomra most azért adtam egyes számba azt, hogy kulcskérdés, mert az első és legfontosabb dolog, hogy merünk-e felelősséget vállalni magunkért. Milyen szerepet játszunk? Kinek akarunk megfelelni? Férjünknek, feleségünknek, családunknak, gyerekeknek, tratatatatata. Tehát olyan nagyon eltávolodtunk magunktól, az isteni lényünktől, és persze hát a történelmi korok ehhez maximálisan hozzájárultak, és szinte félnek már az emberek befele fordulni, pedig ebben a helyzetben. Tehát ami most van, földtörténeti korban nem volt még. Tehát az emberek tudatossága most szintet lépett. De hogyha a tudatosság szintet lép, akkor muszáj, hogy ez a földi világban is megnyilvánuljon. Tehát olyan nincs, hogy valaki elkezd szárnyalni, és a körülötte lévő világ az nem változik. Tehát a klímaváltozás, magasabb szintről beszélek, nem a fizikai síkról. Magasabb szinten a klímaváltozás és minden, ami velünk történik most, és ami még történni fog, az attól van, mert az emberek elkezdik felismerni önmagukban azt a minőséget, ami végtelen. És azért is fontos most ez a kiállítás és ez a nap. Mert el kell, hogy mondjam, hogy még csak most, tehát hogyha csak a földi szintet nézzük, most vagyunk még a legenyhébb dolgoknál. Tehát ami most következik, és nem kapcsolódunk össze önmagunkkal és a szívünkkel, el fog sodorni, meg fog ölni. Meg fog ölni, nem tud más tenni. Nagyon sokan el fognak távozni a földről, de ez nem baj, mert így is tervezték, és így is alakítják az életüket, de nem lehet megugrani, hogyha nincs tudatváltás, és nincs önmagunkra ébredés, és nincs meg az a... Nem vesszük fel a kulcsot, hanem csak megyünk a kulcs önmagunkhoz. Ez oltári fontos. Aki hallja, aki nem fogunk tudni segíteni a másik emberen. Nem fogunk tudni. Milyen esetben fogunk tudni? Mert ugye elképzelhetetlen az élet úgy, hogy ne segítsünk egymáson. Azt sejtem, hogy azt mondod, hogy az első lépés mindenképp az, hogy magunkon segítsünk. Tehát a kulcs önmagunkhoz egyfajta önazonosság keresése, amit állítasz, amire buzdítasz, ami most már elodázhatatlan, egyfajta saját belső igazság feltárása, és az ezen való menetelés, így folytatni az életet ilyen alapokon? Tehát a szerepeink helyett, mint említetted, jól értem?
Nos, a festményeiden itt régebbiek és egészen frissek is vannak, mindenképpen az újabbak inkább ott helyezkednek el, de itt is természetesen, és főleg arról lehet őket megismerni, hogy a legtöbb ilyen aranyfényűség található, az aranyszín, és ez mindenképpen ide kapcsolódik, amit most említettél, hogy ugye befelé menni, önmagunkhoz kulcsot találni. Ha itt talán nem erőltetett azt belelátni ebbe, hogy kvázi a saját fényünket, a saját aranyfényünket megtalálni? Így van. Tehát az első aranykép az időtlenség, ami attól fontos, hogy előtte is kaptam, tehát dolgoztam aranyjal, de Nárai Tamásnak, akit én nagyon-nagyon tisztelek, szeretek, becsülök, bár nem ismerjük egymást személyesen. Volt egy előadása, ahol, tehát én hallottam, hogy dolgoz aranyjal. Igen, de milyen aranyjal? Akkor vettem, vagy kaptam teljesebben csokoládé csomagoló papírt, mert azt hittem, hogy abban kell majd dolgoznom. És aztán láttam a Nárait, hogy van olyan, hogy aranyfüstfólia. És utána mondtam, hogy ez az. No, az időtlenség az azért fontos kép, mert ott van egy órafönt, amin nincs mutató, jelzik és üzenik, hogy időtlenség van. Az idő, bizonyára észrevettétek, hogy nagyon változik. Elkezd görbülni az idő, ha elkezd görbülni az idő, elkezd változni a tér, ha elkezd változni az idő és a tér, elkezd változni a gravitáció. Tehát minden, hogy értsétek meg, minden, amit most ismerünk, az kőkeményen meg fog változni. És hogyha a félelem, a félelmet választjuk, akkor meghalunk. Így, úgy, amúgy. Ha nincs hit, ha nincs szív szerinti élet, és végre ledobni azokat a kötelékeket, amik hamisak. Mert ki vagyok én? Nagyon sok ember úgy éli meg saját magát, hogy a környezete mit gondol róla. Na de az nem én vagyok, azt a környezet mondja rólam. Mindenki nagyon szép, aki most itt van. De aki nincs itt, az is nagyon szép. És olyan fájdalmas látni azt, amikor belenézek egy ember szemébe, és nem látom a fényt. Azt látom, hogy fásult, fáradt, utál mindent. Hát hol van a boldogság? Mint olyan. Persze az pillanatokra van, de hol van a teljességünk? Hol van? Hát ezt kell megtalálni. Nem könnyű egyetlen egy döntés, egy ilyen döntés. Hát... Jaj, mi a segítésre? Ha már nálam, a légy. Tudnék, annyira... Ez az arany, ez nagyon megtetszett nekem már eleve, amikor először láttam az új festményedet akkor is. De most még, amit így mondasz, de például Szepes Máriának van az a jól ismert gondolata, hogy ő is bizonyára utal valakire, mikor használja ezt, ember ólomból ember aranyjá válni. Hamos Bélának van egy másik megfogalmazása, az aranyjá vált lét. Mind a kettőben benne van, hogy ez egy folyamat. Valamivé válni, az egy folyamat, és az egy, nem is biztos, hogy egy döntés kérdése. Ahogy mondtad, nem vitatkozni szeretnék, csak valószínűleg sokan vágyunk egy olyan útmutatásra, iránymutatásra, hogy mégis hogyan induljunk el ebbe az irányba. Ki máshol tart, nyilvánvaló. Van, aki már elindult, van, aki még csak most szeretne, mert lehet, hogy azért is jött el, mert most szeretne elindulni. Van, aki már halad rajta egy ideje. De mégis hogyan, mik a lépések, hogy forduljunk befele, és ebbe az aranyjá vált létirányába?
a legfontosabb a döntés. Tehát, hogy én már elég volt. Ezt hangosan ki kell mondani. Elég volt. Az első kérdés, hogy ki vagyok én. De meg kell, hogy mondjam, hogy most már azért van elég sok tudatos ember a Földön, akik ezt az utat már azért elég régóta járják, megjárták, vagy még úton vannak, és az már önmagában emel. Tehát amikor én azt mondom, hogy nem tudunk segíteni a másikon, én a földi síkról beszélek, hisz nem tudhatom, hogy az ő lelke ezt meg akarja tapasztalni. Nem tudom. És hogy segítek? Én tudom, hogy nekem mi a jó. De azt nem tudhatom, hogy neki mi a jó. Tehát az elsődleges segítség az mindig is az lesz, amikor a fényeddel, az önazonossággal találkoznak. És az elkezd változtatni a környezetedben mindent. És hogy találj magadra? Hát igen, döntsük el, egy döntés. És utána az kibontakozik. Csak nem szabad, hogy félelem alapú legyen, mert akkor a döntés az semmis. Mert a félelem miatt döntünk. Továbbra is azért még itt megállnék, tehát nem akarnám gyorsan ezt így letudni. Szerintem ugyanis ez annyira lényegi kérdés, hogy akkor elindul-e valaki egy ilyen úton vagy sem, hogy ezt ne intézzük el csak úgy hip-hop. Tehát magyarul arra volnék kíváncsi, hogy fel vannak-e vajon készülve erre az emberek, és elvárható-e tőlük, hogy már is így az arany fényüket keressék. Mikor készültem, akkor találkoztam egy Kohut nevű német pszichoanalitikusnak a gondolataival, és hogyha szabad, akkor ezt felolvasnám. A művész gyakran olyan tartalmakkal áll elő, amelyek óriási jelentőségűek, de az adott korban szélesebb körben nem befogadhatók. A művészek sokszor előre látják egy kialakulóban lévő kor még nem tudatos lelki-szellemi problémáit, de kortársai még talán nincsenek felkészülve teljesen, és ezért elhárítják maguktól. Nem tudom, hogy egyet értesz-e ezzel. Abszolút. És ezt mindig is tudtuk, ezt a gondolatot, hogy a művész megelőzi korát. Szokták mondani, a meg nem értett művész, ismerünk is ilyet a művészet történetből számosan. És most mégis azt mondod, hogy itt nagyon kopogtat már egy idő, bármennyire is van ez az időtlenség című képed ott óramutató nélkül az ott fönt. Valaminek nagyon itt van már az ideje. Ezt persze sokan elemezgették az elmúlt másfél évben, hogy itt nagyon különleges dolgok történnek, és lejárnak dolgok, és újra, és elindulnak a dolgok, teljesen más jellegűek, és ez a befelé fordulás és önazonosság, ugye valahol megfoghatatlan, mert szinte pszichológusnak kéne lenni ahhoz, hogy az ember magát végig szálazza, és azt mondja, hogy keressen meg a saját önazonosságomat, ki vagyok én. Tehát amikor ki vagyok én, akkor nyilván nem arról beszélgetünk, hogy kinek mi a foglalkozása. Hát arról, hogy igen, én ki vagyok. Hanem, és arról sem, hogy igen, az egónk az mit diktálna, hanem itt az emberi egzisztenciáról van szó, itt az emberi életben, létezésben való egzisztenciánkról. Most nagyon sok mindent... Amelyikre gondolom. Igen, szóval próbálok. Tehát nem mindenki van erre fölkészülve. Ez így van. Nem is áltatom magam, és ne is áltassuk egymást. Nem mindenki van fölkészülve rá, de az ezt választotta. És tehát én most azért próbálom nyitogatni az embereket, mert most egy olyan dimenzióugrás lesz, vagy nem szeretem ezt a szót, tehát egy olyan változás lesz a világban, hogy ha valaki nem lépi meg az önmagával
teljes azonosságot, az most körülbelül 100 vagy 100 000 évig olyan fájdalmas leszületésekben fog létezni, amit én nem kívánok senkinek. De azt viszont tapasztalatból tudom, és a környezetemben tudom, hogy elképesztően intenzív tárgyalások vannak. És elképesztő intenzív a vágy arra, hogy merjen megtenni azt, amit eddig nem mertem. Az én életemben az volt, hogy megkaptam a fejembe annó, én könyvtáros voltam, megkaptam a fejembe akkor annó, hogy május 13-án ekkor és ekkor ebben az évben, illetve abban az évben mondták, ki kell lépned a könyvtárból. Mondtam, jó. Senki nem értette, egzisztenciálisan így mentem fölfele, elképesztően szerettem ott dolgozni, de a hívásnak eleget tettem. Utána megtapasztaltam a munkanélküliséget. És rájöttem arra, hogy azonosítottam magam mindazzal, ami az egzisztenciám. És úgy éreztem, mikor mentem az úton, az utcán, hogy mindenki belém rúg, belém köt, nincs bőröm, Úristen, mi lesz? De el kell, hogy mondjam, hogy senkivel nem cserélnék, és ha azt mondanák, hogy még egyszer meg kell tenned az idáig jövő utat, ugyanígy igen mondanék rá. Az első festményeid, aki akarja, talán majd a honlapodon utána nézhet, igazíts ki, ha nem így van, szénnel készültek, és már azok is nagyon különlegesek voltak, van néhány kedvencem közöttük, és aztán jött egyik alkotói technika, festési technika a másik után. Jó lenne, ha erről is egy pár mondatot mondanál azelőtt, hogy megkérjük majd muzsikusainkat, hogy majd a következő Bach muzsikát is játsszák el. De hát ha addig is, amíg szól a zene, mélázhatunk azon, amit így erről is elmondasz nekünk. Ez a technika egy korábbi, az arányok azok megint másikak, és még a még korábbiakról nem is beszélve, újjal festés, zománccal festés, sok minden, egy picit, hogy haladtál előre ebben a folyamatban, és mitől, és ezek is hangok voltak a fejedben, és hogy működött ez? Az első időben el kellett kezdenem szénnel dolgozni, ez úgy történt, hogy igen, megkaptam üzenetbe, hogy minden nap azonos időben tessék elkezdeni dolgozni. 3 képet kellett, de az nem volt nehéz, mert láttam, hogy mit kell rajzolni. Az érdekessége talán abban volt, hogy sokfajta beavatást olvastam, ami akkor volt, abban az időben volt, Kutumi Mária Magdaléna üzeneteit hozták le, és elképettünk, hogy a szénrajzok azoknak a beavatásoknak a rajzai. Tehát mi történt? Vannak benne vallásos képek, ami hát a vallással nagyon sok probléma van. Nem csak a mindegyikkel. És elnézést kérek, hogyha most itt valaki belegázolok, de ez van. Na mindegy, nem megyek ebbe bele. Utána volt a vízfestés, tempera, akril és az olaj, ami egyébként a szerelem, tehát a szén és az olaj az, ami nekem nagyon tetszik, és szeretem, és szeretik a többiek is, akikkel dolgozom. Azok a festmények, amik ott vannak, azok beavató képek, ami azt jelenti, hogy az atlantiszi korban, hogyha valamelyikötök élt, és ott kapott valamilyen traumát, azok a festmények oldják.
ez az asztala sokszor rezgést kapok. Tehát olyan címet kapok, aminek nincs értelme, de rezgése van. Tehát az asztala az a bennünk lévő lépcsőfokok. Itt van a szélén az a nádas, az a Maria de la Mer, ami arról nevezetes, hogy abban a korban, amikor ez készült, akkor a 13 éves korban lévő lányokat, Mária Magdaléna idejéről beszélek, 13 éves lányokat egy nádasban avatták fel. Nagyon kevés lány maradt életben, és nagyon kevés lánynak sikerült ez a beavatás, viszont ez egy sokkal magasabb szintre kerülés volt. Tehát nagyon kevesen tudtak ezzel létezni. És akkor utána jöttek az aranyok. Most így tulajdonképpen. A csendes átkelés, még az is egy nagyon fontos kép, többször díjazott. Tulajdonképpen, amíg kiállításon van a külföldön, nincs olyan kiállítás, ahol ne kaptak volna díjat a festményeim. A csendes átkelés, hát látjuk, hogy azért nem olyan sokan vannak, nem olyan sokan vagyunk, akik tényleg átmernek menni önmagukon belülre, ami azért tényleg nem könnyű, tehát ez nem úgy van, hogy veszek egy mély levegőt és már ott vagyok. Szerintem majd folytatjuk, mert még ezekről a képekről is szeretném a szót ejtenél, és még van egy pár. Viszont folytassuk most megint muzsikával, Bachot hallgatunk továbbra is. Thank you.
továbbra is érdekelne még, hogy mondszolgassuk talán azt a kérdést, hiszen a leglényegesebb dolog az, hogy az alkotó művét hogy fogadja a befogadó, a néző. Tehát, ha elfogadjuk azt, ami végül is tényleg közismert, hogy lehet, hogy tényleg az alkotó egy lépéssel legalább előrébb szokott járni a befogadónál, hiszen ő nyújt valamit, ő ad valamit, amit ő tud. A művészek egy kicsit mindig egy más kategória, ezt tudjuk. Nos, egy kis segítséget szeretném, hogyha próbálnánk nyújtani a nézőnek, a látogatónak, a befogadónak. Ugye azt is érzi talán mindenki, hogy a művészet valahogy nem lehet meg az irracionális elem nélkül, az irracionális mozzanat nélkül. Tehát ugye a művészet az nem a rációnak a világa, hanem itt valami, ami túl van a ráción. Mindig is erről van szó, azt gondolom a művészet esetében, de persze inkább te erősíts meg, vagy cáfolj meg, ha úgy gondolod. Minden esetre van még Havasnak például egy gondolata, azt mondja, hogy a művész az mindig maga fölé teremt. Tehát már megint a fölfele. Második János pápának volt egy gondolata, hogy a művészet a transzcendensből jön, és a transzcendensre mutat. Tehát én úgy gondolom, hogy a te műveidet enélkül, a szemléletmód nélkül nehéz értelmezni, és tulajdonképpen a nyitogatás talán ebbe az irányba történik a képeid révén. Ezért van az, hogy rezgésekről is beszélsz, amire ráérezni kell, nem racionálisan megmagyarázni. Mondtad is egy kis filmed, amit majd a honlapodon lehet látni, hogy nem a gondolat itt az érdekes, amikor te alkotsz, de most már innentől tiéd a szó. Hát nem a gondolat, igen. Igen. Egyszerűen a lényeg az, hogy odaállsz egy kép elé, az hat rád, vagy nem hat rád. Igen, ennyi a lényeg. A rezgésről tudom, hogy még szerettél volna erről beszélni, az ómah, amit úgy szoktam mondani, hogy ez egy teremtés. Tehát ugye az óma az első rezgés, és de gyönyörű ez a kép. De amikor igen gondunk a belső önmagunkra, önvalónkra, akkor tulajdonképpen elkezdünk egy önálló teremtést. Újra teremtjük a létünket. Ez erről szól, és a szirom, az is egy rezgés, az pedig a szívkapunak a kinyílása, hogy merünk átmenni azon a lagúton, és fölvenni önmagunk jogarát. Egyébként pedig országtól függetlenül nem, tehát hatnak a képek, igen, ezt tudom mondani, hogy nem kellenek hozzá szavak. És jönnek a visszajelzések, hogy nagyon sokat segítenek. Egyébként nagyon sok kép gyógykép is. Ennyi. Azért ezt még fejtsd ki egy rövid mondatban, hogy több-kettőben is akár, hogy mit értesz ezen, hogy gyógykép. Bárki, aki elé áll, átélheti azt, vagy személyre szabott ez esetleg? A kollektív kódos képeket bárki megnézi, és amelyik kép hat rá, az elére kell ülnie és nézni. És akkor történik, ami történik. Az egyénre szabott, az pedig egyéni kódkép, hogyha rendelnek, és jön egy szín, akkor jön a kód. Mostanában azért vannak olyanok, akiket lebeszélek erről. Mert vagy nem kell nekik, vagy még nincs itt az ideje. Na hát ez is teljesen ütközik a piaci szempontokkal, ami a mai világunkat uralja. Nos, itt az állványon látható az Átjárók című, ugye jól mondom a címét, kép, és én rokonságot éreztem a tükörvilág, de nem tudom, hogy azt kirakta, de a tükörvilág itt van-e. Hát igen, majd össze lehet vetni, mert ugye tematikailag ez már kínálja is, kínálja az utat, hogy itt a dimenziók közötti átjárás lehetőség, amit persze lélekben, szellemben tesz meg az ember, és egy folyamatban teszi meg. Hasonlóan érdekes
titkok tava, felhőben nyugvó titok, felhők felett az ég. Mi ez a titok? Meg tudnád fogalmazni, amit így folyton bele? Hát kinek mi? Kinek mi? És az időablak, időtlenség? Az időablak az egy nagyon fontos kép egyébként. Ott is megjelenik az óra. És ha egy kicsit kinyitjuk azt az ablakot, ott van benne egy szürke pillangó, akkor az önmagunk ablakát, ha egy icipicit kinyitjuk, akkor pillangókká válhatunk idővel. Tehát az is egy nagyon fontos kiemelkedő kép. Visszatérve, hogy csak ne egy mondatba dobjam így vissza a labdát, hogy kinek mi a titok. Tehát a felhőben nyugvó titok, ha jobban nézi az ember, meglát benne egy arcot. Ha megnézi a felhők felett az ég, egyébként az egy tudatállapot is, amikor már azért máshol vagyunk, és ilyen világokat alkotunk, de abban a felhőben van egy kutya. Sok rejtett titok van a képekben, amit vagy meglátunk, vagy nem. Elérkezünk a kulcskérdés című képhez, sőt az old key, ez egy szójáték, ugye öreg kulcs, régi kulcs, mondja az angol, ugye old key, gondoltam, lefordítottam, hogy erről lehet szó. Hát végülis mindvégig a kulcskérdésről beszéltünk, de ha úgy gondolod, hogy ehhez a két képhez valami instrukciót szeretnél adni? Hát a kulcskérdés, hogy ugye visszafele néz a nő, a hölgy, meglátja azt a kulcsot, hogy felmerül venni azt a kulcsot, ami önmagának a lényét nyitja ki, és egy másfajta életet elkezdeni. Ehhez persze, ehhez bátorság kell. De hiszem és tudom, hogy minden ember meg tudja lépni. Szintén rokonképeknek érzem a kikötő és a mencsvár képeket, és hát ezek eléggé magukért beszélnek, hogy hol is találjuk meg a valódi mencsvárunkat. Hát, és a termékeny magány talán, mint igazán jó ajánló. Nem biztos, hogy mindenkinek olyan könnyű eljutni a magány révén a termékeny magány állapotához, de minden esetre, hát nem hiába fürdik aranyban az a kép, mert ez már egy magasabb fokozat, azt hiszem. Igen. No, de mi a helyzet a romok és a sikátor című képekkel? Ezek nincsenek itt? De. Itt van az is, ugye? Ott vannak. Beszéljünk egy kicsit a mencsvárról, mert az kétértelmű. Az egyik, amikor a mencsvár szóba kerül, ugye, amikor mindig van egy kötél, amit oda dobnak az embernek, vagy tehát egy segítés. És ott van aranyban az alak, már nem fogja meg azt a kötelet, hanem egyszerűen csak nézi, és azért van aranyban, mert önmagában van már az a kötél. Belül van a kötél, belül van a kötél, ez a legfontosabb. Erről szól minden kép. A többi meg önmagáért beszél. Mondom szerényen. Mondod szerényen, igen. Említetted, hogy a városi séta, ami közvetlenül ott a másik aranykép mellett van, két alak sétál, hogy az már egy ilyen ígéret, ugye előzetes beszélgetésünk során. Tehát, hogy ez már, tehát az aranyképek már nem kódképek, hanem ígéretképek, ez mit jelent? Hát kódkép nem lehet most már, ami erre a világra vonatkozik, mert hogy nem volt még a Föld történetében olyan váltás, mint ami most van. Tehát nem volt ilyen tudatváltás az emberekben. Több ezer éve élünk ugyanúgy a hétköznapjainkat is, mondjuk már, hogy abban a tudatállapotban, és most volt egy emelkedés 20-17 körül, ami a földi ciklust ért. Tehát a földi ciklusban ez mindez nem igaz, mert a hirtelen felmelegedés után mindig jött ugye egy
egy jegesedés, tehát én a tudatról beszélek. És minek utána még nem volt ez a Földön, ezért már nem lehet kód, csak örömhír, üzenet és egy jövőbemutató. Amiről a Gabi beszélt, az a városi séta, az már önmagában azt beszéli, hogyha egy másik tudatállapotban vagyok, lehet akármilyen romos egy város, mert ez is bekövetkezhet. Már a várost is szépnek látom romosan, hisz máshol vagyok. Igen, hát ez lenne az a bizonyos tágulás, amiről beszéltél, ugye tudatszint emelkedés. Jó kis lecke mindannyiunknak, hogy meg tudjuk ezeket lépni. Talán valóban a művészet az, ami sokat tud segíteni. Mindig mondják, hogy meditáció, ima, vagy hasonló befelé forduló szemlélődés, ugye kontempláció. Ezek utak lehetnek. Van, akinek a jóga az, ha magas szinten tudja művelni. Vagy csak a természetjárás, hogyha van kedve, ereje valakinek, egyedül akár róni a sétát, a köröket a természetben. Nos, én, ha gondolod, még további képekről lehet beszélni, de én a Toszkána című képet gondoltam megemlíteni itt utoljára. Kicsit azért is, mert amiről szó volt, hogy nemzetközi díjakat kaptál. A zöme a 12 vagy 13 díjadnak Olaszországhoz fűződik, gondolom, hogy ez szép és kellemes és örömteli élmény volt. Kicsit erről akarsz beszélni? A díjakról, meg hogy hogyan alakult ez a dolog? Talán csak az út szempontjából fontosak a díjak, és azt azért el kell mondanom, hogy ez a díj bár Nátre hozza haza, elképesztő sok segítséget kapok, mióta Nátre vagyok, meg előtte is. Tehát itt több száz ember dolgozik azon, hogy ez a fény, ez az üzenet, ez mindenkihez elkerüljön. Tehát én lehozom az üzenetet, de nagyon sokan támogattak ebben, anyagilag, lelkileg, szellemileg. Tehát ez egy közös mű, és mindenképp közös mű, nem csak az alkotóval, mert hát mégis is azért csak az embernél, csak a nézőnél teljesedik be minden művészet, hogy belőle mit vált ki. Tehát a díj az önmagában attól fontos, hogy amikor mered meglépni önmagadban a dolgokat, akkor olyan segítségeket kapsz, hogy én a semmiből, nagyon sokan akartak egyébként segíteni, pénzes emberek, gazdag emberek, hagyományos módokon nem tudtak, nem jött össze. Tehát mindig más úton, módon jöttek össze a kiállítások, mert az jött össze, ami tényleg szívből jött, és nem az, ami pénzből. Oltárin a tanulságok, de ha az ember a szívét, a szíve szerinti életet választja, megnyílnak a kapuk, elképesztő sok segítség van, és elképesztő utakat lehet bejárni. Tehát én a semmiből nagyon rövid időn belül eljutottam Olaszországba, és megkaptam az első díjat, ami azért volt meghatározó, mert ez a díj, ez mindenkinek a díja. Úgyhogy ezt most is köszönöm mindenkinek, aki elejétől fogva velem van, és jön velem az úton, illetve magával. Nagyon szépen mondtad ezt a szívünk szerinti életet, kinek-kinek a saját szíve szavát követve juthatunk el ahhoz a bizonyos önazonossághoz. A te portrédhoz azt hiszem hozzátartozik az is, hogy hát ugye teológiát végeztél többek között, és hogy ennek alapján-e, vagy másnak alapján-e, de te előadásokat is tartottál néhány évvel ezelőtt még. Van-e esetleg szándékodban újra előadássorozatot indítani? Az előadásokat mindig akkor tartom, amikor igény van rá, és megkérnek rá. De egyébként, ha megkérnek rá, persze. De ez nem teológia, ez már minden. Tehát a jelenlévő lelki problémák, már úgy lelki problémák, ami kedvel a tudattágulással is idézőre segítség lehet. Tehát kérdésekre válaszolunk, igen. Akkor tehát, hogyha felkérnek, akkor előadást is tartasz, úgyhogy ez felhívás keringőre,
Akkor most fölkonferálom az utolsó számot, a záró számot, a babák keringője, Kőler nevű zeneszerző, Szabó Csomán Gergő és Virág előadásának tolmácsolásával. Még egy záró kérdés, nem bírom megállni, hogy hogy ezt a kis tüneményes, könnyed darabot választották így, választottátok a végére? Virágnak köszönhető, ő adta meg nekem, és mondtam, vagy nekünk, és mondtuk, hogy ez az. Ebben jó zárni. Az ígéret. Igen. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy időt, energiát szánt nekem, magának. Úgyhogy köszönöm szépen, és akkor én most, igen, engedjétek meg, hogy István Klári 70 éves születésnapja alkalmával köszöntsem, ő elejétől fogva nagyon nagy támogatom, és köszönöm neked a létezésed. Már csak szösszenetek, Gabikám, köszönöm szépen. Megdöbben, köszönöm. És akkor kezdődhet a munka. Itt a beszélgetés, és még egyszer köszönöm a jelenetet. És szemléljék meg a kiállítást. És jöjjenek, két hónapig jöhetnek. Köszönjük a figyelmet. Bocsánat. Köszönöm szépen a lehetőséget, szervezőjének. Én már megköszöntem az előtt. Igen.